legjobb kérdés valójában az, amelyikre minden ember tudja a választ, azt az egyet leszámítva, aki éppen a székben ül. Az én fő feladatom, hogy a kedves közönséget felkészítsem arra, hogy mi történik itt a stúdióban, felvételek alkalmával, egy picit hangulatban hozzam őket, kicsit ellazítsam, sokan vannak, akik még nem voltak televíziós felvételni, picit fölkészíteni ennek a szakmának a nehézségeire, hogy néha hosszabb idő egy felvétel, mint azt az adásban majd összevágva látják. Általában, amikor a nézőkbe szoktak jönni, mindig az első reakció, hogy hát ez kisebb, mint a valóságban, és akkor mondjuk, hogy a tévé mindent nagyítani szokott általában, koronemre és tárgyra való tekintet nélkül, úgyhogy mindig egy picit kisebbnek látják, de nagyon-nagyon hamar megszokják, és érdekes látni az arcokat, amikor találkozom az ismerős hangeffektusokkal, a fényekkel, és amikor élőbe szurkoltak egy játékosért. Az én kollégáim előzetesen telefonon beszélgetnek a jelöltekkel, és ezen a lapon, amit én most átnézek, rajta van a születési helye, hogy hol lakik, hogy mivel foglalkozik, milyen nyelveken beszél, mi a hobbija. Tehát mindig van a játék elején egy ilyen rövid kis beszélgetés, egy ilyen röpinterjú. És ahhoz, hogy én jó kérdéseket tudjak feltenni, az többé-kevésbé nekem tisztában kell lenni az előéletével a játékosnak. Úgyhogy ezt nézegetem én ilyenkor át. Nos, ez az a vezérlő, amelyben csak minimális bepillantást engedhetünk, tekintetve arra, hogy ez a műsornak a lelke, az adatbázis itt működik, és tekintetve az adatbázis működésére, a kérdések innen jönnek, ezt a helyet a játék tisztasága érdekében biztonságőrök vigyázzák minden alkalommal. Ide még a saját csatornák kameráit sem engedtük be, csak ilyen bepillantás elejéig. Főszerkesztő, ha úgy tetszik, egy vételi pozícióban van, ami azt jelenti, hogy a hozzátartozó kérdésszerzői csapat tematikusan megírja a kérdéseket, minden kérdésszerzőnek más-más témái vannak, és akkor ezek beérkeznek a főszerkesztőnek a számítógépébe, egy speciális adatbázisba, amelynek a felnyitását csak megfelelő biztonsági módszerekkel van lehetőség, és itt én ahogy tetszik, vételi pozícióban vagyok, végignézem ezeket a kérdéseket, és amennyiben őket jónak ítélem, akkor megvásárolom. És amikor a kérdések bekerültek az adatbázisba, onnantól már borzasztó egyszerű, mert amikor itt a forgatás van, akkor már az ember csak kényelmesen arra ügyel, hogy ez a egyébként meglehetősen nagy csapat összehangoltan tevékenykedjen, és ebben a tevékenységben beletartozik a játékosoknak a felkészítése, megismertetése annak, hogy hogyan lehet jól és eredményesen játszani ebben a játékban, de beletartozik az is, hogy az én Vágó István barátomra vigyázzak. Tehát abban az esetben, ha ő bármely kérdésben elbizonytalanodik, akkor én kérdezhetem meg, ha úgy tetszik, hogy biztos benne, és amennyiben nem, akkor az, hogy utána nézzek egyik vagy másik válasznak, villámgyorsan, ez is persze a főszerkesztőnek a feladata. Ha olyan kérdés merül fel, amelynek kapcsán, ha úgy tetszik, igazságot kell tenni. Bevallom őszintén, hogy azért gyakran előfordul, hogy nekem előbb beugrik, mint a játékosnak, de én azt nem nagyon szeretem mutatni, hogy én ezt most tudom, vagy nem tudom, mert akkor az egésznek a hitele elvész. Tehát néha azt mutatom, hogy tudom, pedig nem tudom, néha azt mondom, hogy nem tudom, pedig tudom. A licenc nyilván egy játékmódszert, egy megvalósítási módszert jelent, és ennek a megvalósítási módszernek az adaptálását veszi meg ilyenkor a
a licenc tulajdonostól a műsor sugározni kívánó társaság meghatározott adásszámra, vagy meghatározott idővallumra. Na most az minden esetben természetes, hogy tekintettel a kultúrák különbözőségére, tekintettel a nemzeti sajátosságokra, miközben az alapszabályok azok megkötöttek, nyilván indokolt esetben lehet olyan változtatásokat hozni, amely az adott ország adott nemzeti kultúrás sajátosságainak megfelelő módosítás egy műsorban. Mivel a szabályok azonosak mindenhol kötelezően, ezért a különbség kétségtelen a műsorvezetők személyiségében van. De volt alkalmam találkozni a szlovák kollégával, az nagyon érdekes volt, Párkányban, tehát többé-kevésbé semleges helyen, ahol nagyon sok magyar és nagyon sok szlovák néző foglalt helyet a nézőtéren, tehát ez nem tévéműsor volt, és ott erről a dologról beszélgettünk. Azt hiszem én valamivel, hogy mondjam, kukacoskodóbb vagyok. Tehát szerintem, ha dráma van, akkor ennek ez az egyik kulcsa. Egyébként két végletet ismerek én, az egyik az amerikai. Az amerikai kolléga az nem szól bele semmibe, az egyszerűen felolvassa a kérdést és hagyja a játékost főni magában. A játékos azt mondja, jelöljük meg a B-t, és akkor megjelöli a B-t, tehát nincsen nagy faxni. A másik az angol, amelyik sokkal inkább azt csinálja, amit én, tehát kifejezetten ilyen furkálódó. Szerintem a Günther Jauch, a német is egy kicsit ilyen. Én inkább az a szélsőség vagyok, amelyik a csatát helyezi előtérbe a játékos és a játékvezető között, nem a játékos és a kérdések között. De bocsánat, mert dudáltak, mennem kell. Játéknak, a játékvetője révén is van egy sajátossága. Én azt megkockáztatom, hogy a licencnek megfelelően Vágó István nem az ideális játékvezető. Mert ebben a műsorban az ideális játékvezető az, aki úgy töpreng együtt a játékossal, hogy nem ismeri a kérdésekre a választ, viszont az esetek többségében neki sincs több fogalma a válaszról, mint a játékosnak van. Ebben a tekintetben a mi Pistánk kivétel, hiszen neki ezt a közel 30 esztendős vetélkedő játékvezetői pályafutása folytán valószínűleg el se hinné a közönség. Ezért kialakult egy sajátossága, és ha úgy tetszik, ez a sajátosság ennek a magyar játéknak, ez a bizonyos kicsit macskaegér játék. Akkor tud kibontakozni bármifajta beszélgetés, akkor lehet jól megközelíteni egy jó választ, hogyha egyébként magával az eseménnyel, ami a kérdésben benne van, a kérdés körülményeivel azért többé-kevésbé tisztában vagyunk. Tehát azért nem árt, hogyha a játékvezető fel tud hozni olyan érveket, vagy olyan tényeket, amelyeket nyilvánvalóan tud a játékos, csak nem jut eszébe. Tehát én, ha segítek, és én szerintem mindig segítek ebből a szempontból, akkor úgy segítek, hogy megpróbálom kibányászni a játékosból, ami benne van. Ehhez azonban nem árt, hogyha az ember tudja, hogy milyen tényanyaghoz nyúljon. Vágó Istvánnak nem feladata az, hogy rávezesse a játékost a megoldásra. És az sem feladata, hogy elvezesse őt a megoldásról. A licencnek megfelelően én tőlem egyetlen szerkesztői instrukciója van, ez pedig az, hogy tegye próbára a játékost, hogy biztos-e a dolgában. És akkor, amikor felteszi ezt a kérdést, hogy biztos benne, ez kvázi neki munkaköri kötelessége, ha úgy tetszik. Az egésznek a bonyodalma ott kezdődik, hogy amikor ezt a kérdést felteszi, hogy biztos benne, akkor a játékos éppen nem biztos benne. Mert ha biztos benne, akkor ez a kérdés teljesen hiába való, az, hogy igen, biztos vagyok. Egyes indul, kettes indul, hatos indul,
Egyes indul. Az ember minden idegszálával már a kérdésekre koncentrál. Nyilván, amikor már egy-egy adott kérdésnél elbeszélgettünk, akkor egy picit már oldódott ez a feszültség, de amikor beültem, akkor nagyon feszült voltam még. Tehát amikor már a 3 millió forintos kérdésnél, meg az 5 millió forintos kérdésnél voltunk, akkor már egy kicsit jobban oda tudtam figyelni vágó úrra is. De szóval ez a druk, ez a vizsgaláz, úgymond, ez azért egyébként is izgulós vagyok. Mellettem Miskolc új milliomosa, Pénzes Ferenc, és még nincs vége a dolognak, mert hogy az első kérdést a mai játéknak másfél. Tehát 3 millió forintért teszem fel. Én egyáltalán nem beszélgetek a játékossal, tehát én annyi időt töltök vele, amennyit a néző tölt vele. És hogyha valamilyen következtetésre jutok, én csak remélem, hogy ugyanarra, amire a néző is jut, tehát hogy rokonszenves, felkészült, kicsit flegma, picit felületes, és így tovább. Tehát semmivel sincsen több lehetőségem a játékos megismerésére, mint a nézőnek. Remélem, hogy nem nyúlok mellé nagyon a nézőhöz képest. Ha én esélyt látok abban, hogy a játékosból kijön a jó válasz, hogyha ha velem együtt gondolkozik, akkor persze érdemes vele többet beszélgetni. Ez lehet, hogy segítségnek látszik. Valóban néha az a véleményem, hogy teljesen felesleges itt szívózni, a játékos nem fogja tudni a választ, akkor pedig minél előbb essünk túl rajta. Tekintve, hogy mintegy 30 esztendeje dolgozunk együtt az én Pista barátommal, ezért aztán én pontosan tudom, hogy ha ő ülne egy székben és kérdéseket kell feltenni, akkor nagy valószínűséggel milyen típusú kérdésekkel lehetne őt zavarba hozni, és ő is pontosan tudja ezt én rólam. Na most, miután nem ismeri a kérdésekre a válaszokat, ezek a válaszok csak akkor jelennek meg, amikor már a játékos kijelölte. De ahogy mondtam, a kérdések 80%-ára szerintem persze közben is tudja a választ. A baj akkor van, amikor én azt gondolom, hogy ő tudja a választ, és ilyen egyszer egy konkrét példát el tudok mondani, valami zavar miatt nem tudta. Előfordult már nem egyszer, hogy labdarúgásról vitatkoztunk, beszélgettünk együtt, és a kérdés az volt, hogy melyik város labdarúgó stadionja a Bernabeu stadion. Egy hölgy ült a székben, aki mindenképpen Madridhoz ragaszkodott, egyébként helyesen, de hát ezt tudtam, hogy Pista számára is nyilvánvaló, hiszen a Real meccseit szoktuk a Bernabeu stadionból nézni. Az én kiváló játékvető barátom azonban makacsul próbálta a hölgyet tolni Barcelona felé. És nem értettem, hogy mire ez a szokatlan gonoszság, mert hát ő inkább segítőkész, köses sportkérdés esetén egy hölgyel szemben. A hölgy azon makacsul ragaszkodott a Madridhoz, és Vágó István lemondóan legyintve azt mondta, hát ön akarta, akkor tessék. És amikor megjelent a Madrid felirat, akkor percekre álltunk le, hogy folytassuk utána az adást, mert belegondolt, hogy úristen, mi van akkor, hogyha mégis sikerül elvinni Barcelonára, amiben akkor ott ő valami lapszus folytán őszintén hitt. És a magyarázata is megvan ennek, hiszen a Bernabeu, aki a tulajdonosáról visel nevét, az katalán név. Katalónia fővárosa pedig Barcelona. Tehát volt egy asszociációs logika, csak ez az asszociációs logika ebben az esetben nem igazán működött. Nehéz a döntés, nyilván az ember szeretne minél, ha már ilyen helyzetbe került, hogy ki jut a székbe, akkor szeretne minél több pénzt nyerni. Behúzhattam volna az A-választ, mondhattam volna, hogy igen, mert teljesen logikusnak tűnt, és mint kiderült, végül is az is volt, tehát végül is a jó válaszra húztam volna. Azért nehéz, mert viszont ha nem, akkor meg másfél millió forintot buktam tulajdonképpen. Tehát nehéz döntés. Több mint 50 ország milliómosát összehasonlító elemzést végeztek egy évvel ezelőtt talán, és nagyon büszkék voltunk arra, hogy ebben az elemzésből az derült ki, hogy a magyar legyenős milliómos tartalmát tekintve, műveltségi tartalmát tekintve a legnemzetközibb
Tehát a leginkább tartalmaz olyan kérdéseket, amely kérdések megválaszolására túl természetesen a magyar irodalmi történelmi egyéb sajátosságokon, amelyek megválaszolására különböző nemzetek fiainak is a legszélesebb körben van esélye. Szemben mondjuk egy amerikai játékkal, ahol azt kérdezik, hogy XY baseball játékos a 2003-as szezonban hány home run-t csinált, és akkor ezzel a kérdéssel szemben már tekintet, hogy sportkérdés lehetne nemzetközi, tehát nem Amerika történetéről vagy irodalmáról van szó, ezzel a kérdéssel szemben már egész Európa van tartanást tanul, mert nem tudja, hogy ki a játékos, mi a baseball és mi az a home run. Hogy játszik-e valamilyen szerepet az, hogy valakinek milyen végzettsége van? Én azt mondom, hogy áttételesen persze igen. Hiszen ugye nagy általánosságban, nagy számok törvényei szerint, aki többet tanul, az többet is tud. És én nagyon örülök minden alkalommal annak, hogyha valaki ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Valószínűleg azok, akikben van készség, van hajlam, és a körülményei is megengedik, azok többet tanulnak, mert több minden érdekli őket, és megtehetik. Az az igazán tanulságos, amikor valakiben megvan az igény, megvan a hajlam, megvan az érdeklődés, de nem volt alkalma szervezett formában tovább tanulni, mégis képezte magát. Ezek a szép pillanatok. Igen, szokták mondani, ez egy műveltségi játék. De azért az a szék, amiben ezek a játékosok ülnek, egy speciális szék. Én azt gondolom, hogy a még oly művelt játékost is próbára teszi a közönség, a kamerák, a hangok, a fények, a nem ér le a lábam és jön a kérdés, szemben a játékvezető, biztos vagyok-e benne, együttese. Tehát aki ebben a székben valamire nem tud válaszolni, azért azt kell tudni, hogy az nem azt jelenti, hogy ezt nem tudja, azt jelenti, hogy ezt az ismeretét ebben a kritikus helyzetben nem volt képes magából előhívni. Na most, ha azt kezelem, hogy az emberek nagyjából és egészében egyformán nem képesek ugyanúgy előhívni, akkor mégis van üzenete annak, hogy mit tudnak, mennyit tudnak az emberek, mennyit nem. És hát vannak meglepő fordulatok, ugye a játékos megállt és eltöprengett azon, ugye emlékszik a közönség is, hogy vajon zöldre, pirosra, csíkosra vagy kockásra van-e az a rácsos kapu festve. Ami azt jelenti, hogy ez nem kiszámítható, ez ismeret anyag, mindenkori ismeret anyagnak a kérdése. Persze mindent senki sem tudhat. És amikor az ország egyik fele felháborodottan pattan fel, mert a hölgy elgondolkozik azon, hogy vajon a kékfehér melyik labdarúgó csapatnak a színe Magyarországon, akkor kérem azokat az urakat, akik így felpattantak, gondolkozzanak el azon, hogy vajon ők adott esetben, amikor azt kéne megmondani, hogy melyik hús a dagadó, nem szembesülnének-e hasonló problémákkal. Számra, vagy meghatározott idő vallumra. Na most az minden esetben természetes, hogy tekintettel a kultúrák különbözőségére, tekintettel a nemzeti sajátosságokra, miközben az alapszabályok azok megkötöttek, nyilván indokolt esetben lehet olyan változtatásokat hozni, amely az adott ország adott nemzeti kulturális sajátosságainak megfelelő módosítás egy műsorban. Mivel a szabályok azonosak mindenhol kötelezően,
Ezért a különbség kétségtelen a műsorvezetők személyiségében van. De volt alkalmam találkozni a szlovák kollégával, az nagyon érdekes volt, Párkányban, tehát többé-kevésbé semleges helyen, ahol nagyon sok magyar és nagyon sok szlovák néző foglalt helyet a nézőtéren, tehát ez nem tévéműsor volt, és ott erről a dologról beszélgettünk. Azt hiszem én valamivel, hogy mondjam, kukacoskodóbb vagyok. Tehát szerintem, ha dráma van, akkor ennek ez az egyik kulcsa. Egyébként két végletet ismerek én, az egyik az amerikai kolléga, az nem szól bele semmibe, az egyszerűen felolvassa a kérdést, és hagyja a játékost főni magában. A játékos azt mondja, jelöljük meg a B-t, és akkor megjelöli a B-t, tehát nincsen nagy faxni. A másik az angol, amelyik sokkal inkább azt csinálja, amit én, tehát kifejezetten ilyen furkálódó. Szerintem a Günther Jauch, a német is egy kicsit ilyen. Én inkább az a szélsőség vagyok, amelyik a csatát helyezi előtérbe a játékos és a játékvezető között, nem a játékos és a kérdések között. De bocsánat, mert dudáltak, mennem kell. Ennek a játéknak a játékvetője révén is van egy sajátossága. Én azt megkockáztatom, hogy a licencnek megfelelően Vágó István nem az ideális játékvezető. Mert ebben a műsorban az ideális játékvezető az, aki úgy töpreng együtt a játékossal, hogy nem ismeri a kérdésekre a választ, viszont az esetek többségében neki sincs több fogalma a válaszról, mint a játékosnak van. Ebben a tekintetben a mi Pistánk kivétel, hiszen neki ezt a közel 30 esztendős vetélkedő játékvezetői pályafutása kell tenni. Bevallom őszintén, hogy azért gyakran előfordul, hogy nekem előbb beugrik, mint a játékosnak, de én azt nem nagyon szeretem mutatni, hogy én ezt most tudom, vagy nem tudom, mert akkor az egésznek a hitele elvész. Tehát néha azt mutatom, hogy tudom, pedig nem tudom, néha azt mondom, hogy nem tudom, pedig tudom. A licenc nyilván egy játékmódszert, egy megvalósítási módszert jelent, és ennek a megvalósítási módszernek az adaptálását veszi meg ilyenkor a licenc tulajdonostól a műsor sugározni kívánó társaság meghatározott adásszámra, vagy meghatározott idővallumra. Na most az minden esetben természetes, hogy tekintettel a kultúrák különbözőségére, tekintettel a nemzeti sajátosságokra, miközben az alapszabályok azok megkötöttek, nyilván indokolt esetben lehet olyan változtatásokat hozni, amely az adott ország adott nemzeti kultúrás sajátosságainak megfelelő módosítás egy műsorba. Mivel a szabályok azonosak mindenhol kötelezően, ezért a különbség kétségtelen a műsorvezetők személyiségében van. De volt alkalmam találkozni a szlovák kollégával, az nagyon érdekes volt, Párkányban, tehát többé-kevésbé semleges helyen, ahol nagyon sok magyar és nagyon sok szlovák néző foglalt helyet a nézőtéren, tehát ez nem tévéműsor volt, és ott erről a dologról beszélgettünk. Azt hiszem én valamivel, hogy mondjam, kukacoskodóbb vagyok. Tehát szerintem, ha dráma van, akkor ennek ez az egyik kulcsa. Egyébként két végletet ismerek én, az egyik az amerikai kolléga, az nem szól bele semmibe, az egyszerűen felolvassa a kérdést, és hagyja a játékost főni magában. A játékos azt mondja, jelöljük meg a B-t, és akkor megjelöli a B-t, tehát nincsen nagy faxni. A másik az angol, amelyik sokkal inkább azt csinálja, amit én, tehát kifejezetten ilyen furkálódó. Szerintem a Günther Jauch, a német is egy kicsit ilyen. Én inkább az a szélsőség vagyok, amelyik a csatát helyezi előtérbe a játékos és a játékvezető között, nem a játékos és a kérdések között. De bocsánat, mert dudáltak, mennem kell.
Kérdéseket minden kérdés szerzőnek más-más témái vannak, és akkor ezek beérkeznek a főszerkesztőnek a számítógépébe, egy speciális adatbázisba, melynek a felnyitását csak megfelelő biztonsági módszerekkel van lehetőség. És itt én, hogy tetszik, vételi pozícióban vagyok, végignézem ezeket a kérdéseket, és amennyiben őket jónak ítélem, akkor megvásárolom. És amikor a kérdések bekerültek az adatbázisba, onnantól már borzasztó egyszerű, mert amikor itt a forgatás van, akkor már az ember csak kényelmesen arra ügyel, hogy ez a egyébként meglehetősen nagy csapat összehangoltan tevékenykedjen, és ebbe a tevékenységbe beletartozik a játékosoknak a felkészítése, megismertetése annak, hogy hogyan lehet jól és eredményesen játszani ebben a játékban, de beletartozik az is, hogy az én Vágó István barátomra vigyázzak. Tehát abban az esetben, ha ő bármely kérdésben elbizonytalanodik, akkor én kérdezhetem meg, ha úgy tetszik, hogy biztos benne, és amennyiben nem, akkor az, hogy utána nézzek egyik vagy másik válasznak, villámgyorsan, ez is persze a főszerkesztőnek a feladata. Ha olyan kérdés merül fel, amelynek kapcsán, ha úgy tetszik, igazságot kell tenni. Bevallom őszintén, hogy azért gyakran előfordul, hogy nekem előbb beugrik, mint a játékosnak, de én ezt nem nagyon szeretem mutatni, hogy én ezt most tudom, vagy nem tudom, mert akkor az egésznek a hitele elvész. Tehát néha azt mutatom, hogy tudom, pedig nem tudom, néha azt mondom, hogy nem tudom, pedig tudom. A licenc nyilván egy játékmódszert, egy megvalósítási módszert jelent, és ennek a megvalósítási módszernek az adaptálását veszi meg ilyenkor a licenc tulajdonostól a műsor sugározni kívánó társaság meghatározott adásszámra, vagy meghatározott idővallumra. Na most az minden esetben természetes, hogy tekintettel a kultúrák különbözőségére, tekintettel a nemzeti sajátosságokra, miközben az alapszabályok azok megkötöttek, nyilván indokolt esetben lehet olyan változtatásokat hozni, amely az adott ország adott nemzeti kulturális sajátosságainak megfelelő módosítás egy műsorba. Mivel a szabályok azonosak mindenhol kötelezően, ezért a különbség kétségtelen a műsorvezetők személyiségében van. De volt alkalmam találkozni a szlovák kollégával, az nagyon érdekes volt, Párkányban, tehát többé-kevésbé semleges helyen, ahol nagyon sok magyar és nagyon sok szlovák néző foglalt helyet a nézőtéren, tehát ez nem tévéműsor volt. Tehát 3 millió forintért teszem fel. Én egyáltalán nem beszélgetek a játékossal, tehát én annyi időt töltök vele, amennyit a néző tölt vele. És hogyha valamilyen következtetésre jutok, én csak remélem, hogy ugyanarra, amire a néző is jut, tehát, hogy rokonszenves, felkészült, kicsit flegma, picit felületes, és így tovább. Tehát semmivel sincsen több lehetőségem a játékos megismerésére, mint a nézőnek. Remélem, hogy nem nyúlok mellé nagyon a nézőhöz képest. Ha én esélyt látok abban, hogy a játékosból kijön a jó válasz, hogyha ha velem együtt gondolkozik, akkor persze érdemes vele többet beszélgetni. Ez lehet, hogy segítségnek látszik. Valóban néha az a véleményem, hogy teljesen felesleges itt szívózni, a játékos nem fogja tudni a választ, akkor pedig minél előbb essünk túl rajta. Tekintve, hogy mintegy 30 esztendeje dolgozunk együtt az én Pista barátommal, ezért aztán én pontosan tudom, hogy ha ő ülne egy székben és kérdéseket kell feltenni, akkor nagy valószínűség szerint milyen típusú kérdésekkel lehetne őt zavarba hozni, és ő is pontosan tudja ezt én rólam. Na most, miután nem ismeri a kérdésekre a válaszokat, ezek a válaszok csak akkor jelennek meg, amikor már a játékos kijelölte. De ahogy mondtam, a kérdések 80%-ára szerintem persze közben is tudja a választ. A baj akkor van, amikor én azt gondolom, hogy ő tudja a választ, és ilyen egyszer egy konkrét példát el tudok mondani, valami zavar miatt nem tudta.
Előfordult már nem egyszer, hogy labdarúgásról vitatkoztunk, beszélgettünk együtt, és a kérdés az volt, hogy melyik város labdarúgó stadionja a Bernabeu stadion. Egy hölgy ült a székben, aki mindenképpen Madridhoz ragaszkodott, egyébként helyesen. De hát ezt tudtam, hogy Pista számára is nyilvánvaló, hiszen a Real meccseit szoktuk a Bernabeu stadionból nézni. Az én kiváló játékvető barátom azonban makacsul próbálta a hölgyet tolni Barcelona felé. És nem értettem, hogy mire ez a szokatlan gonoszság, mert hát ő inkább segítőkész, külső sportkérdés esetén egy hölgyel szemben. A hölgy azon makacsul ragaszkodott a Madridhoz, és Vágó István lemondóan legyintve azt mondta, ön akarta, akkor tessék. És amikor megjelent a Madrid felirat, akkor percekre álltunk le, hogy folytassuk utána az adást, mert belegondolt, hogy úristen, mi van akkor, hogyha mégis sikerül elvinni Barcelonára, amiben akkor ott ő valami lapszus folytán őszintén hitt. És a magyarázata is megvan ennek, hiszen a Bernabeu, aki a tulajdonosáról visel nevét, az katalán név. Katalónia fővárosa pedig Barcelona. Tehát volt egy asszociációs logika, csak ez az asszociációs logika ebben az esetben nem igazán működött. Az én fő feladatom, hogy a kedves közönséget felkészítsem arra, hogy mi történik itt a stúdióban, felvételek alkalmával, egy picit hangulatban hozzam őket, kicsit ellazítsam, sokan vannak, akik még nem voltak televíziós felvételni, picit felkészíteni ennek a szakmának a nehézségeire, hogy néha hosszabb idő egy felvétel, mint azt az adásban majd összevágva látják. Általában, amikor a nézőkbe szoktak jönni, mindig az első reakció, hogy hát ez kisebb, mint a valóságban, és akkor mondjuk, hogy a tévé mindent nagyítani szokott általában, koronemre és tárgyra való tekintet nélkül, úgyhogy mindig egy picit kisebbnek látják, de nagyon-nagyon hamar megszokják, és érdekes látni az arcokat, amikor találkozom az ismerős hangeffektusokkal, a fényekkel, és amikor élőbe szurkoltak egy játékosért. Ez én kollégáim előzetesen telefonon beszélgetnek a jelöltekkel, és ezen a lapon, amit én most átnézek, rajta van a születési helye, hogy hol lakik, hogy mivel foglalkozik, milyen nyelveken beszél, mi a hobbija. Tehát mindig van a játék elején egy ilyen rövid kis beszélgetés, egy ilyen röpinterjú. És ahhoz, hogy én jó kérdéseket tudjak feltenni, az többé-kevésbé nekem tisztában kell lenni az előéletével a játékosnak. Úgyhogy ezt nézegetem én ilyenkor át. Most ez az a vezérlő, amelyben csak minimális bepillantást engedhetünk, tekintettel arra, hogy ez a műsornak a lelke, az adatbázis itt működik, és tekintettel az adatbázis működésére kérdések innen jönnek, ezt a helyet a játék tisztasága érdekében biztonságőrök vigyázzák minden alkalommal. Ide még a saját csatornánk kameráit sem engedtük be, csak ilyen bepillantás elejéig. Főszerkesztő, ha úgy tetszik, egy vételi pozícióban van, ami azt jelenti, hogy a hozzátartozó kérdésszerzői csapat tematikusan megírja a kérdéseket, minden kérdésszerzőnek más-más témái vannak, és akkor ezek beérkeznek a főszerkesztőnek a számítógépébe egy speciális adatban.